Elérkeztünk május 1-jéhez. Itt vagyunk lent a Marosparton, lassan-lassan, de éledezik. Délután sokkal, de sokkal többen lesznek. A bogrács el van mosva, úgyhogy következő, hogy tizet gyújtsak. De ahhoz kell nekem egy... Egy ilyen bogrács állvány. Nézzük, hogy kell gyorsan és hatékonyan tüzet gyújtani. A lényeg az, hogy száraz legyen a fa, meg legyen valami gyúlékony anyag. Én a bográcsba volt egy kis papír, amivel beletkenve zsírral a bogrács oldala. Én ezt fogom használni. Tökéletes a zsír, különben is nagyon jól ég, úgyhogy ezt fogom használni gyújtó anyagként. Száraz anyag, száraz. Ez nagyon gyorsan el fog lobbanni, úgyhogy kezdek egy kis száraz fával, hogy legyen egy kis ereje az egésznek. És utána, hogyha ez elkezd égni, akkor keresek nagyobb, vastagabb fákat, és azokat is rá fogok rakni, és így meggyullad a tűz. Na, hogyha fordítva kezdeném, ha ilyen nagyobb, vastagabb fákat raknék rá, akkor nem gyulladna meg a tűz soha az életbe. Telefonálni már tudnék, ha tudnék indiánul füstjelezni. Május 1-én általában mindenki pörköltet főz bográcsban. Mi szakítunk ezzel a hagyománnyal, és ezúttal babgulyást fogunk készíteni. Mizu? Semmi, csak beleraktam azt a nagy csontot egyelőre. Ennyi, kész is van. Tökéletes. Kicsit átmelegítjük, megpirítjuk. Ez a tiéd. Köszönöm szépen. Tökéletes lesz. Beleütöttük a babot a bográcsba, most per pillanat így néz ki. Gyors! Az elmúlt pár részhez kaptam néhány kérdést, nem felejtettem őket el, igyekszek őket megválaszolni, de ma nem lesz kérdezfelelek. Esetleg, hogyha van még kérdésetek, akkor a videók alá nyugodtan kommentként odarakhatjátok. Összegyűjtöm az egészet egy külön vlogba, és akkor meg fogom válaszolni az összeset. A legifiabb szegvélyes. Na gyere, menjünk ugrálni, Csupi. Na milyen volt? Hosszú. Hosszú volt? Hosszú volt. Vessünk gyorsan egy pillantást a babgulyásunkra. Még nem rogyog, mert felett öntve most egy kis vízzel. Körülbelül mennyi idő? Gabi a rotyogás felelősünk most, úgyhogy el is menjünk, iszunk egy üdítőt. Megégett a cipőm eleje, vagy mi? Megégett a cipőm eleje. Ez ilyen büdös? Nem
A few moments later. Úgy néz ki, hogy készen van a babgulyásunk, de még nem biztos. A szakácsot, akit megy itt hátul, még meg kell érezni róla, hogy biztosan készen van-e. Csípős, kóstolom. Az nem csípős, biztos, hogy nem. Ebben még kell egy mások paprika. Hivatalosan is készen van a babgulyás. És jó ebédhez szól a nóbeti csinálj. Elég jó lehetett a délután. Mindenki degeszte zabálta magát egyébként a babgulyásból. Nagyon jól sikerült, úgyhogy lassan elköszönök tőletek. Ennyi volt a mai vlog. Köszönöm szépen a figyelmeteket, menj már innen, Robi! Az új feliratkozóknak annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm szépen, hogy feliratkoztatok. Aki most látja először a vlogomat, az nézze meg néhány korábbi videót, és hogyha úgy döntötök, hogy még mindig tetszik a vlog, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mivel minden nap töltök fel egy új videót. Sziasztok! Most már átadhatod. Itt van ez a gógy is, itt van ez a gógy is. Ilyen piros szíveskés farkad van, Robi. Mi ez, zsiráf? Igen. Ebbe lábas teszi. Próbáljam már ki. Így kell használni ezt? Úgy. Büszkék vagyunk rá.